Most már újra sok helyen esik az eső, pedig a délutáni órákban úgy tűnhetett, hogy megnyugszik az időjárásunk, de ez nincs így. Köszöntöm az M1 nézőit, Molnár Csilla vagyok. Egy hideg front alakította eddig az időjárásunkat, most viszont ehhez csatlakozott egy hideg örvény is. Emiatt még zivatarok is kialakulnak, úgyhogy van esély arra, hogy villámokat fotózzanak, ahogy ezt Valczer Patrik meg is tette. Kesztölcről küldte nekünk ezt a képet, nagyon szépen köszönjük neki. További érdekes időjárással kapcsolatos felvételeiket várjuk a meteorfotókukac.mtva.hu e-mail címre. És ez a hideg örvény, amit emlegettem, nagyon jól kivehető a műhold felvételen is. Tőlünk délre található, és egyre inkább megközelíti a Kárpát-medencét, és ez hozta az utánpótlást a csapadékból. Továbbra is inkább a középső és nyugati tájakon számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, de sok felé borongós lesz éjszaka az idő, még így az éjszaka hátralévő részében is, úgyhogy a minimum értékek kicsivel alakulnak csak 20 fok alatt, a felhők ugyanis bent tartják a hőt. Holnap azonban a változékony időnek köszönhetően, a sok-sok felhőnek hála, és az egyre inkább megélénkülő, de meg is erősödő északi-északnyugati szél miatt hűvösebb lesz a levegő, és még egy picit hűvösebbnek is érezhetjük, mint a mért érték. És ahogy említettem, nyugaton és a középső területeken alakul ki csapadék, keleten erre a legkisebb az esély, és észak-keleten még szakadozik is a felhőzet, úgyhogy ott némi napsütéssel is töltődhetnek az észak-keleten élők. A hőmérséklet is ott lesz a legmagasabb, eléri a 30 fokot, míg a legnyugatibb tájakon néhol csak 18-19 fok lesz a legmelegebb percekben, és ahogy említettem, még egy picit hűvösebbnek is érezhetjük a levegőt. Úgyhogy a strandolással azért óvatosan, a jövő hét elején is marad a változékonyság, és ha lehet, akkor mindenképpen figyeljék az előrejelzéseinket. Egyébként még a folyók és a tavak hőmérséklete viszonylag jól tartja a hőt. A folyóink 21 és 27 fok között mozognak, és a nagy tavaink közül a leghűvösebb, legalacsonyabb hőmérsékletű Velencei tó is 24 fokos, a Tiszató pedig a legmelegebb 26 fokkal, de ezek az értékek is csökkennek ennek a változékony időjárásnak köszönhetően. Hétfőn még nem mindenütt lesz 20 fok, de a hétfőt követő napokon szépen lassan, fokozatosan egyre melegebb léghullámok érkeznek hozzánk, úgyhogy a hétvégén már 30 fok körüli csúcsértékek várhatóak mindenütt, és az éjszakák is újra egyre melegebbnek ígérkeznek. Csütörtökig sok felé kialakul eső, zápor, zivatar egyaránt, csütörtökön viszont már csak szorványosan, és a csütörtököt követő napokon egyre kisebb területen számíthatunk erre, és hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt majd. Augusztus 20-a a keresztény államalapítás, Szent István és a kenyér ünnepe. Egyben a legrégebbi magyar nemzeti ünnep. Az államalapító István királyra sokáig halálának évfordulóján augusztus 15-én emlékeztek meg. Ám a lovak király első László rendeletére áttették 20-ára, István szenti avatásának napjára. Nemzeti ünnepé 1771-ben Mária Terézia tette, és ekkortól vált szokássá, hogy István király mumifikálódott jobb kezét, a szent jobbot körmenetben viszik végig Budán. Augusztus 20-át gyakorlatilag minden magyarországi településen és az országhatáron túli magyar lakta területeken is sok helyen megtartják. Idén Budapesten már javában zajlik a 4 napos programsorozat, amelyen a hagyományos állami programok mellett nagyszabású egyházi eseményekkel és könnyű zenei koncertekkel készültek, de ez évben az időjárás nagyban befolyásolta a szabadtéri rendezvényeket. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!